Sziasztok! Ebben a videóban az akváriumi táptalajokról fogok beszélni. Ezek mindegyike egy olyan koncentrált tápanyagokban gazdag keverék, amit a talaj, tehát az általános fedőtalaj alá kell rakni, és a növények a növekedés során fogják elérni, és így tudnak tápanyagot felvenni belőle. A díszállatkereskedésekben leginkább nitrát és foszfátmentes táptalajokat lehet kapni, tehát tartalmaznak legnagyobb mennyiségben ugye káliumot, kisebb mennyiségben vasat és egyéb mikroelemeket. És ez igazából minden növénynek hasznos, minden növénynek van gyökere, minden növény képes felvenni ezeket a tápanyagokat. Természetesen azoknak a növényeknek sokkal hasznosabb, akiknek kiterjedt a gyökérrendszere. Ezek jellemzően a kriptokorinok és az Echinodorus fajok közül kerülnek ki, tehát ők tartoznak leginkább ebbe a kategóriába. Körülbelül ez a négy táptalaj típus található meg a legtöbb kereskedésben, összetételük nagyon hasonló, és körülbelül hatásfokban is egyformán hozzák az eredményt, úgyhogy nyugodtan választhatjuk bármelyik. Ahogy utaltam rá korábban is, ezek a táptalajok keverékek. Három fő összetevőjük van. Van egy agyag összetevő, ez lehet többféle típusú agyag. Van egy tőzeg összetevő, és van egy homok. Ugye ennek háromnak, mind a háromnak fontos tulajdonsága van, fontos, hogy legyen benne mindegyik táptalajba. Az agyag maga, ő az a fő tápanyaghordozó része. Agyagok ugye lehetnek magas vastartalmúak, egyéb mikroelemeket is tartalmaznak. A magas CETS tulajdonság pedig azt jelenti, hogy a agyag apró szemcséi felületi töltéssel rendelkeznek, ezért képesek a ionokat, amik ugye szintén töltéssel rendelkeznek, tehát ezeket az ionokat, amik növényi tápelemek, képesek ideiglenesen tárolni és leadni. Ez a vízben lévő, tehát talajvízben lévő koncentrációtól függ. A tőzeg az azért fontos, hogy a talajban lévő vizet így lokálisan lesavanyítja, az alacsonyabb pH pedig jobb mikroelem felvételt fog jelenteni a növény számára. A homok feladata egyedül a hígítás, hogy ez az agyagos keverék ne tömörödjön be. Egyes típusok tartalmaznak egyéb adalékokat is, amik igazából nem tartoznak az alap legfontosabbak közé, de javíthatják egy kicsit a táptalajnak a minőségét. Ez lehet porózus anyag, bármilyen anyag, ami baktériumok számára nagy feletet jelent, nagy megtapadási felületet, vagy lehet például a baktériumok számára a tápanyagok, ugye leginkább ez szénforrás jelent, ezzel segíti a baktériumok szaporodását a talajban, ami a talaj életre jó hatással van. Az összetétel és azok funkciója elemzése után beszéljünk kicsit a gyakorlati funkcióról. Ugye ez a táptalaj mikroelemeket tartalmaz, ezek közül a vas a legfontosabb, tartalmaz egy makroelemet is, a káliumot. Ezzel igazából egy picit függetleníti a növényeket a mikrokombi típusú tápsoktól, tehát ami mikroelemeket, ugye vasat többek között, és káliumot tartalmaz. Mivel a növény eléri a gyökerein keresztül ezt a réteget, fölveszi be a tápanyagot, egy kicsit könnyebb lesz számukra az élet, könnyebben fognak vashoz jutni, és a kálium is nagyon hasznos, így hogy talajból is hozzájutnak. És még itt felmerülhet egy nagyon sokszor sűrűn visszatérő kérdés, kell-e táptalaj, vagy lehet-e nélküle is akvarizálni növényes akvárium? A válasz az, hogy lehet nélküle is akvarizálni, a minden növény képes a levelén, az egész testületén, úgy ez leginkább a leveleket jelenti, tehát képes a tápanyagfelvételre, nem feltétel a táptalaj, de segíti a növények életfolyamát, tehát a növények növekedését segíti. Ebben a videóban ennyit szerettem volna elmondani, remélem kicsit sikerült így táptalajok tekintetében segítenem nektek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!